Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tombol az influenza, több mint duplájára nőtt a fertőzöttek száma Tolna megyében. Halott férfit loptak meg, több millió forintot vittek el a bátai házakból. Egyelőre áll az élményfürdő beruházás, új helyszínt vizsgáltat a szexárdi közgyűlés. 50 éves évforduló, nagyszabású rendezvénysorozat indul Dombóváron. Lassan tetőzik az influenza járvány. Országos szinten megnövekedett a betegek száma az elmúlt héten, sőt vannak olyan megyék, ahol a kórházakban látogatási tilalmat is elrendeltek. Tolna megyében erre eddig nem került sor, ugyanakkor több mint duplájára nőtt a fertőzöttek száma az előző héthez képest. Az egyik helyi gyermekorvos szerint még mindig nem késő beadatni a védőoltást. Folyamatosan csörgött a telefon az egyik szexárdi gyerekorvosi rendelőben. A betegek többsége influenza-szerű tünetekkel érkezett. Az influenzára jellemző a hirtelen 39 fok fölé szökkenő, 4-5 napig elhúzódó láz, száraz, erőltetett köhögés, torokfájás, nátha. Az elmúlt 5-6 napban az átlagosan 45-50-es beteg létszám az kb. 75-80-ra emelkedett. Ezek zöme, lázzal, felsőligúti tünetekkel járó influenza-szerű megbetegedések. Győri Gábor azt mondja, nagyon kevesen kértek védőoltást az influenza ellen az ő körzetében, pedig szerinte fontos lenne beadatni. Úgy véli, a vakcinát egészen addig érdemes beadatni, amíg el nem kapja valaki a betegséget. Én azt látom, hogy az elmúlt 5-6 évben, legalábbis itt nálunk ebben a praxisban egyre kevesebben kérik a védőoltást, annak ellenére, hogy én igen erőteljesen védőoltás párti vagyok. Hát még most sem késő természetesen kérni és fölvenni a védőoltást, hiszen senki nem tudja, hogy elkapja-e, és ha igen, mikor. És hogyha csak 5-6 napunk van arra, hogy a védőoltás után a szervezetünk valamennyi ellenanyagot termeljen, az még mindig több, mintha nem lenne semmi. A gyerekorvos kiemelte, hogy alapos kézmosással, nagy tömegekkel járó rendezvények kerülésével, C-vitamin szedésével lehet elkerülni azt, hogy megfertőződjünk influenzával. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint országos szinten az előző hetinél 41%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A fertőzöttek száma Pest megyében, Győr-Moson, Sopron megyében és Budapesten volt a legmagasabb a vizsgált időszakban. Somogy és Tolna megyében betegedtek meg a legkevesebben, ám még így is több mint kétszeresére nőtt Tolna megyében az influenza miatt orvoshoz fordulók száma. A betegek több mint harmada 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt, de sokan vannak 14 éven aluli gyermekek is. Több millió forintnyi értéket loptak el egy évek óta halott férfi házaiból Bátán. A három ingatlant négyen fosztották ki, közülük ketten még fiatalkorúak, és egy nő is volt a bűnbandában. Egy kis teherautónyi tárgyat vittek magukkal, miután törve zúzva bejutottak a házakba. Hangosan ugatnak a kutyák a bátai Lilium utcában. Nem tudni, hogy a betörések idején is így tettek-e, csak azt, hogy a bűnözők már szinte mindent kipakoltak a három üresen álló ingatlanból, mire az elhunyt német tulajdonos felesége észrevette a károkat. Több millió forintnyi értéket tulajdonítottak el az ingatlanból. A szexádi nyomozók azonnal a helyszínre siettek, ahol az elsődleges adatgyűjtések és a helyszíni szemle során kiderült, hogy az esettel összefüggésbe hozható több Bátán élő személy is, akiket elszámoltatás miatt előállítottak a szexádi rendőrkapitányságra. Összesen 4 gyanúsítottat hallgattak ki a rendőrök, közülük 2 még fiatalkorúak, egyikőjük 16, a másik tolvaj pedig 17 éves. Rajtuk kívül még egy nő és egy férfi vett részt a háromház kirablásában. Ezeken a rendőrségi fotókon jól látszik, hogy mekkora kárt okoztak az ingatlanokba betörő tolvajok. Az ablakokat betörve jutottak be az épületekbe, bent pedig mindent feldúltak. Végül nem válogattak, amit találtak, mindent magukkal vittek. Kerámiából készült kacsa, dísz, monitor és sok ládányi érték.
Az elkövetőknél tartott kutatás során kollégáim egy kis teherautónyi értéket foglaltak le, amelyben a kisgépektől a szerszámokon át a különböző kerti tárgyakig, valamint étkészletekig, poharakig mindent találtak. A három bátai házba betörő gyanúsítottak azóta már letartóztatásban várják, hogy bíróság elé állítsák őket. A rendőrség egyébként a hasonló esetek elkerülése érdekében arra kér mindenkit, hogyha tartósan nem laknak egy házat, akkor mindig kérjenek meg egy szomszédot, hogy figyelje az ingatlant. Egyelőre leáll a rekreációs központnak hívott új élményfürdő beruházás Szekszárdon. A közgyűlési többséget alkotó Éjjel-Szekszárd frakció új helyszínt vizsgáltat, a régi úszoda területét. Lesz viszont jégpálya, és több fontos kérdésben is döntést hozott a testület. A tervezői mutatták be a rekreációs központnak hívott többek között fedett élményfürdőt és szaunákat is tartalmazó épületet a szekszárdi közgyűlés tagjainak. A komplexum a stranddal és az épülő új sportuszodával alkotna egy egységet, ha megépítenék. Bár a Modern Városok programban erre kész szerződéssel rendelkezik a város, a többséget alkotó Éjjel-Szekszárd frakció szavazataival a közgyűlés most megállította a projektet, hogy megvizsgálják, jobb helyen lenne a rekreációs központ a strandtól és az épülő új úszodától távol a régi úszoda helyen. Zöld utat adtak viszont egy a sportközpont területén épülő fedett jégcsarnoknak, amit így elkezdett kialakítani a kivitelező. A közgyűlés döntött arról is, hogy közös megegyezéssel megszüntetik a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának, Csillag Balázsnak a szerződését, és ugyanígy tettek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Igazgatója Bálint Zoltán esetében is. Utóbbi helyére a közgyűlés zárt ülése március 1-től kinevezte Bartal Zoltán. Hétértékelő sajtótájékoztatót tartott Szekszárd polgármestere pénteken. Ács Rezső szerint az Éjjel-Szekszárd frakció több városi beruházást is megakasztott, és nem tartják be a kampányidőszakban tett ígéreteiket. Jó hiszem, hogy szekszárdi polgárok hagyták itt a titkárságon, mert komolyan vették azt az ígéretét az Éjjel-Szekszárd Egyesületnek, hogy 2 órás ingyenes parkolás lesz. Ezt a pótdíjfizetési csekket egy szekszárdi lakó hagyta a polgármesteri hivatal titkárságán, mondta a város polgármestere. Ács Rezső szerint a büntetést azért kapta az autós, mert az Éjjel-Szekszárd által a választás kampányában megígért 2 órás ingyenes parkolás reményében hagyta ott az autóját. Csak hogy, mint mondja, hiába ígérték a kampányban, azóta sem tették 2 órára ingyenessé a parkolást Szekszárd belvárosában. Ács Rezső szerint az is aggályos, hogy mint mondja, több olyan városi projekt kivitelezését is akadályozza az Éjjel-Szekszárd frakció, amelyek előkészítésével hosszú éveket töltött az önkormányzat. Az egyik a generációpark, a másik pedig a rekreációs központ. Most ott tartunk, hogy a generációparkjához szükséges önelő kiegészítést nem kívánja biztosítani a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, illetve a rekreációs központnál pedig kitalálták, hogy a meglévő helyszínt módosítanák, amit természetesen a kormánnyal együttműködve lehet csak megtenni. Emellett Ács Rezső arról is beszélt, hogy szerinte az egykori gyermekek háza épületét egy az Éjjel-Szekszárdhoz köthető üzletember vásárolta meg. A polgármester attól tart, hogy az ÉSZ frakció az ingatlant a piaci árnál jóval drágábban akarja majd a városnak megvenni, hogy a területen a régi úszodánál tervezett rekreációs központnak parkolóházzá alakítsák. Mi a szakképzési program keretében, a Modern Városok szakképzési program pontjai keretében a gyermekek házában szerettünk volna egy tanszálót megépíteni, megvalósítani. Most érdekes módon kiderült, hogy a gyermekek házának az épületét egy az ÉSZ-hez köthető, ezt beszélik legalábbis a városban, üzletember megvásárolta. Továbbá Ács Rezső arról is beszélt, hogy azzal, hogy a korábbi 3 bizottság helyett most 5 működik, és mindegyik bizottságban többen ülnek, mint az előző ciklusban, évente 32 millió forint költséggel nő az önkormányzat kiadása. Megkerestük Bomba Gábort is, az ÉSZ frakció vezetőjét, de ő elfoglaltságai miatt pénteken nem tudott interjút adni. Nem zárta ki viszont annak lehetőségét, hogy később reagál a polgármester állításaira. Városvédő Egyesület néven alakult civilekből álló közösség Szekszárdon. Egyelőre 10 tagjuk van, de mint mondják, nagyjából 50 támogatóval is rendelkeznek. Az alapítók között vannak civilek és politikai pártok tagjai. Mint mondják, a céljuk, hogy civil kontrollt gyakoroljanak a város választott önkormányzati képviselői felett. Ezekről sajtótájékoztató keretében beszéltek a tagok. Az Egyesület saját bevallásuk szerint nem fog napi politikával foglalkozni,
Az önkormányzati választások kampányában elhangzott képviselői ígéreteket viszont következetesen számon kérik majd az ENSZ-szert és a Fidesz politikusain is. Civil kontrollt szeretnénk alkalmazni gyakorlatilag a jelenlegi városvezetés felett. Azt gondoljuk, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, nem a 19 pontjuk betartásával foglalatoskodnak, hanem jelen pillanatban Pityáner politikai csatározások folynak a közgyűlésben. Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepli várossá válásának 50. évfordulóját Dombóvár. A képviselőtestület ülésén elfogadták az évforduló rendezvénytervét, amihez kapcsolódóan várják a civil szervezetek jelentkezését. A képviselőtestület elfogadta annak a programtervnek első változatát, melyet a várossá válás 50. évfordulója alkalmából februártól novemberig bonyolítanak majd le a civil szervezetek bevonásával. Ez a rendezvénynaptár, ez egy nyitott pozíció, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van még jó ötlete, és ehhez kéri a város támogatását, és azokat a kedvezményeket szeretné igénybe venni, amely azzal jár egyébként, hogy nem kell neki köztető használati díjat fizetnie, és használhatja a közterületet természetesen élete lehetőséggel. Új igazgatója lesz február 1-től a város EU-s pályázatait lebonyolító Dombóholt Kft.-nek. A cég létrejöttét a településfejlesztési operatív program támogatta. Megtaláltuk a legalkalmasabb személyt Györfini Ámér Timi személyében. Timi már több éves pénzügyi gyakorlattal rendelkezik, mint közigazgatás, mint pedig a pénzügyi szféra világában. Azt gondolom, hogy ezt a több mint két évtizedes szakmai gyakorlatot Dombóvár javára tudja fordítani, és ezzel is nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tényleg ez a Domboland Kft. 2020 év végére egy sikeres önkormányzati cég tudjon lenni. A képviselőtestület 1 millió forinttal támogatja ebben az esztendőben is a Polgáros Szövetséget. A szövetség beszámolója alapján a városi rendezvények lebonyolításában vállalt szerepük miatt kaphatták a működési hozzájárulást. A vállalkozó kérésére az alapanyagárak és a bérek emelkedése miatt 17%-kal emelik a közétkeztetés díját Tolnán. Az eddigi díjszabás mellett már nem lehetett minőségi étkeztetést biztosítani, hangzott el a helyi képviselőtestület által most elfogadott előterjesztésben. A szolgáltató az áremeléssel párhuzamosan a minőség javulását ígérte. Ebből nem fizetheti a rezsit, és semmi más hasznot nem termelhet. Ez gyakorlatilag mind-mind a gyerekek asztalára, tányérjába fog kerülni. Ezért is én az előzetes tárgyalások során kérdeztem az ügyvezető igazgató urat, hogy oké, megemeljük most 17%-kal, de ugye akkor ez egy minőségi változás lesz. Ő azt ígérte, hogy igen. Elkészült a módosított nemzeti alaptanterv. Ennek értelmében csökken a tanulók óraszáma, és a korábbi szabályozástól eltérően évfolyamonként meghatározzák a diákok maximális heti óraszámát. Ezzel együtt elkészültek az új kerettantervek is, amelyeket a minisztérium és az oktatási hivatal honlapján napokon belül közzétesznek. A módosított NAT az első 5. és 9. évfolyamon felmenő rendszerben a 2020-21-es tanévtől lép életbe. Tiszta szívvel, József Attila életének sorsfordító állomásai címmel a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulóinak táncszínházi előadását mutatták be Bonyhádon, a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulói József Attila életének a sorsfordító verseit feldolgozó táncszínházi előadását mutatták be Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A tánc és költészet ötvözetében József Attila életének meghatározó költeményei kerültek bemutatásra. Nagyjából végigmegyünk kronológiailag József Attila élet útján, és a legfontosabb olyan momentumokat megkerestem az ő életében, amelyek sorsfordítóak voltak, amely elvezette őt a végzete felé, én úgy gondolom. Úgyhogy talán megtaláltam azokat a pontokat, azokat a személyeket, azokat a múzsákat, azokat a verseket, amelyek gördítik a cselekményt és a dramaturgiáját a darabnak. A Bonyhádi és a Pécsi Művészeti Tanintézmények jó kapcsolatának volt köszönhető, hogy a darabot a bonyhádi közönség is megtekinthette, mondta Szarvas Szilvia táncpedagógus. A Tiszta Szívvel című táncszínházi darab 2 évvel ezelőtt bemutatott előadásában pedig 3 olyan diák is volt, akik Bonyhádon végezték el a művészeti alapképzést, majd tanulmányaikat Pécset folytatták.
hát nagyon-nagyon örültünk neki, hiszen a társas és modern tánc tanszakon 150 körüli a tanuló létszámunk, 150 gyermekkel akár Pécsre, akár Budapestre utazni, hát nem csak a színház jegyárak, de az úti költségek is megnehezítik ezt a dolgot, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy itt a bonyhádi gyerekekkel egy professzionális előadást nézhetünk meg. Következő alkalommal február 21-én Komlón kerül bemutatásra a táncszínházi előadás, amelyben a Pécsi Művészeti Gimnázium 21 növendéke szerepel. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Tisztább víz, a végéhez közeledik a kaposvári szennyvíztelep építése. Kóstoló, kiállítás, vásár, gyermekprogramok, ismét megrendezik Pécsen a csokoládé karnevált. Elérte a vírus Baranya megyét, ezen a héten már biztosan kitör az influenza járvány. Végéhez közeledik a kaposvári szennyvízkezelőtelep építése, jelentette be Szita Károly polgármester a beruházás megtekintésekor. A fejlesztésnek köszönhetően nem csak tiszta vizet engedhetnek vissza a természetbe, hanem a szennyvíz iszapot sem az eddig megszokott módon ártalmatlanítják majd, hanem biogázt készítenek belőle. A próbaüzem jövő hónap közepén kezdődik, az új telep augusztustól veszi át a jelenlegi létesítmény feladatát. Nem csak Kaposvár, hanem agglomerációjának összesen 18 település szennyvizét kezeli a jelenlegi telep. Ezt váltja majd ki az új, mintegy 6,5 milliárd forintos uniós támogatással megvalósuló beruházás. Ez a szennyvízító telep jelenleg 100 000 embernek és 5000 vállalkozásnak a vizét veszi át és tisztítja meg nap mint nap. 14 000 köbméter víz megy át a telepen, és ennyi távozik utána az élővizekbe, és ennek a folyamatnak a megbízható fenntartása továbbra is ennek a telepnek a kiemelt feladata lesz. A jelenlegi szennyvíztisztító telep helyett már szükség volt egy korszerűbbre, mondta Szita Károly polgármester. A régi szennyvíztelepünk az 24 éves, és már csak nagyon nehezen tudta olyan hatékonysággal tisztítani a szennyvizet, ami a mai elvárás, leginkább egyébként a mi közösségünknek az elvárása, és ezért úgy döntöttünk, hogy egy olyan szennyvíztisztítót építünk, amely olyan tisztaságú vizet tud a szennyvízből készíteni, amely már nem csupán a mai kor, hanem az előttünk levő évtizedek elvárásainak is meg fog felelni. De ezt fogja tudni ez a szennyvíztelep. A beruházásnak köszönhetően nem csak tisztább vizet engedhetnek vissza a természetbe, hanem a szennyvíz iszapot sem az eddig megszokott módon injektálással ártalmatlanítják majd. Az új szennyvíztelepünk a szennyvíziszapból biogázt készít, és ez a biogáz fogja biztosítani ennek a nagy telep energia szükségletének majdnem több mint a felét. Vagyis megújuló energiát készítünk a szennyvíztelephez. Mint azt Szita Károly hozzátette, a károsanyag kibocsátás tovább csökken, így a magyar nagyvárosok között a klímavédelem tekintetében ezután is élen jár majd Kaposvár. Az új telep próbaüzeme jövő hónap közepén kezdődik, s augusztustól veszi át a jelenlegi létesítmény feladatát. Idén 8. alkalommal rendezik meg a csokoládé karnevált Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben. Február 8-án és 9-én több mint egy tucat csokoládé készítő kínálatából ismerhetik meg az érdeklődők az ország és a világ édességeit. Emellett kóstolókkal, vásárral, kiállítással és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. Ehető látványosságokkal, csokiszökőkúttal, gyerekjátékokkal, kiállítással és még számos más programmal várják az idei Pécsi Csokoládé Karnevál látogatóit. Az eseményt immár 8. alkalommal rendezik meg február 8-án és 9-én a Zsolnai negyedben. A nagyrészt ingyenes programok mellett a már hagyományos kézműves édességvásárral és szakmai előadásokkal is készülnek a szervezők. A karnevál egyik különlegessége, hogy pécsi művészek egy-egy 3 kg-os fehér csokoládé táblára fognak festeni Pécshez kapcsolódó motivumokat. Egy előadás és egy hozzá kapcsolódó ilyen egészen gyakorlati megvalósulás fog történni. Bármikor jönnek a látogatók, ezt a csokoládéfestést fogják látni. Tehát pécsi művészek fehér csokoládé táblát igazi olvasztott, világos és sötét barna csokoládéval fogják megfesteni. A számos programelem mellett új attrakciót is láthatnak az érdeklődők. A Pécsi Egyetemen ugyanis élelmiszeripari, illetve anyagkutatás is zajlik. Ebből kifolyólag egy 3D nyomtatóval valódi csokoládéból készítenek majd különböző tárgyakat a karneválon. Bár még elég az elején vagyunk ennek a
ennek a kutatásnak, tehát itt az anyagkutatásról van szó elsősorban, de azért már vannak látványos eredmények, amit majd láthatnak is működés közben a fesztivál vagy a karnevál látogatói. A tavalyi kétnapos rendezvényen mintegy 3500 látogató vett részt. A szervezők idén is hasonló számú érdeklődőre számítanak. Baranyában is megjelent az influenza vírus. Az eddigi adatok alapján még nincs járvány. A megyei tisztifőorvos szerint azonban ezen a héten már biztosan átlépte a járványügyi küszöböt a betegek száma. Dr. Kassai Veronika hangsúlyozta, továbbra is érdemes beadatni a vírus elleni védőoltást, de fontos, hogy betartsuk a higiéniai szabályokat is. Az elmúlt hét adatai alapján még nincs influenza járvány Baranyában, azonban a vírussal fertőzött betegek száma már megközelítette a járványügyi küszöböt, így ezen a héten már biztosan meghaladja a határértéket. A korábbi hetekhez képest 35%-kal többen fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Elmondhatom már azt, hogy az influenza a vírus megjelent a megyébe, tehát a fertőzéseket ez a vírus okozza, és a fiatal felnőttek 15-34 éves korosztály betegedik meg leginkább jelen pillanatban az influenza A vírus által okozott megbetegedésben. Nagyon fontosnak találom, hogy mindig érdemes lenne oltakozni, tehát a védőoltást felvenni még mindig nem késő. Hiszen a járvány közepén is kialakulhat a védettség. A vakcina beadatása mellett ugyanolyan fontos az alapvető higién és szabályok betartása, így a rendszeres szappanos kézmosás meleg vízzel vagy a papírzsebkendő használata. Különösen igaz ez, ha nagyobb közösségben, tömegben vagyunk. A szakember azt javasolja, a gyermekek és idősek lehetőleg kerüljék a zsúfolt helyeket a járvány időszakában. Gyorsaságot, ruganyosságot és állóképességet fejlesztő feladatokból áll az alsó tagozatosok megmérettetése, a játékos sportverseny. A diákolimpiai rendszerben szereplő verseny országos elődöntőjét Kozár Michelinben rendezték, ami nagykanizsai győzelmet hozott. Sulispuri, gyere velünk, játsszál velünk, most pedig már játékos sportverseny. Egy évtizedekkel ezelőtt Pécset kifejlesztett játékból vált országos felmenetelű diákolimpiai küzdelemmé az alsó tagozatosok téli megmérettetése. A mohácsiak megyebajnokként érkeztek a játékos sportverseny országos elődöntőjére. Voltunk egy körzetén, voltunk a megyein, és ez a harmadik most az országos elődöntő. A körzetét megnyertük, sikeresen életünkben először megnyertük a megyeit, és most reméljük minél jobb helyezés. Igazából most ide tanulni jöttünk az országos elődöntőre. Idén is 20 játékos feladatot választott ki a Magyar Diáksport Szövetség. Ebből a technikai értekezleten kisorsolt 10-et kellett teljesíteniük a csapatoknak. Természetesen mindenkinek van kedvence, de van olyan is, amit kevésbé szeret. Nekem a csúszós feladatok a kedvenceim, mert ott szerintem gyors vagyok. És amit nem szeretek, az a krumpliültetés meg a pókrák annyira. A kaposváriak is túljutottak a városi és a megyei fordulón, és nagy reményekkel érkeztek az országos elődöntőre. Hát a korábbi fordulók azok nagyon jól sikerültek szerintem. Ugye a körzetén elsők lettünk, a megyein másodikak, szerintem ez jó eredmény. Hát most itt nagyon jól érzem magam, egy kicsit megsérültem, de végig is csinálom. A testnevelők minden feladatnál kiválasztják azokat a tanulókat, akik abban a típusú versenyszámban a legjobbak. A mi iskolánk egy sportiskola Kaposváron, így már a felvételi korsport játékokat játszunk és különböző méréseket végzünk. Így sportosztályba kerülnek a gyerekek, ahol az alsós évfolyamokon heti egy órában legalább, plusz a foglalkozásokon erre is készülünk, és a legügyesebbek a mért idők alapján kerülnek be ebbe a csapatba. Ma 22 fővel érkeztünk, a 22 legügyesebben sajnos csak 18 versenyezhet, de úgy érezzük, hogy a 18 legjobb van itt és került be a csapatba. Nagykanizsai győzelemmel ért véget a játékos sportverseny országos elődöntője, de a másodikak, azaz a pécsi Bártfa utcai általános iskola alsósai is részt vehetnek egy rájátszásban, tehát nekik is van esélyük még a fináléba kerülésre. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Tombol az influenza, több mint duplájára nőtt a fertőzöttek száma Tolna megyében. Halott férfit loptak meg, több millió forintot vittek el a bátai házakból. Egyelőre áll az élményfürdő beruházás, új helyszínt vizsgáltat a szekszárdi közgyűlés. 50 éves évforduló, nagyszabású rendezvénysorozat indul Dombóváron.
Hétvégén kellemes, az évszakhoz képest szokatlanul enyhe, alapvetően napos idő lesz. Napközben mérsékelt, olykor kissé élénkebb délnyugati szél fúj majd, bárhol előfordulhat futózápor. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!